Bácskos útfalván a frekventáltabb, forgalmasabb utcákban végzik a kátyúk bejavítását. A beépített mennyiség 30 tonna, még számítunk körülbelül 40 tonna aszfaltnak a beépítésére. Eléggé megrongáltak az utak, sajnos minden évben többet és többet kell költeni ezekre a kijavításokra, és hát ebben az évben is ez egy jelentős összeg a helyi közösségnek. Az iskolát is meszelik. A vízhálózatot mintegy 4 millió dinárból korszerűsítik. A járdákat is javítják, mintegy 200 folyóméter hosszan, 20 köbméter beton felhasználásával dolgoznak. Az úthálózatot pedig tovább építik. Ez az útprogram, amely a faluban már befejeződött, viszont a határ irányába tovább folytatódik. Ez községi költségvetési eszközökből mintegy 15 millió dinár tudunk ebből biztosítani Bácskosútfalvának, vagyis az itteni kataszteri községnek, ami azt gondolom, hogy önmagában igen jelentős és talán a legnagyobb ilyen jellegű összeg, ami idáig előfordult a történetünkben. A településen 12 hektár területen történik a zöld felület karbantartása. A nyár folyamán a tűzoltó otthon korszerűsítését, az inkubátor projektumának folytatását, valamint a tájház rekonstrukcióját tervezik. A szeméttelepet karbantartó munkagép javítására mintegy 400 000 dinárt költenek.